annyiban, ugye ez alatt a 6-8 óra alatt olyan durván olyan 6-700 elemet csinálunk, ami azt jelenti, hogy ha 2-3 kilóval nehezebb az ember, akkor az folyamatosan az embernek a csuklóját, a váll ízületeit, a térd ízületeit, az folyamatosan terheli. Tehát ez nem úgy jelentkezik, hogy akkor hirtelen megroppan, hanem olyan igénybe van, vételnek van téve folyamatosan, ami sajnos sérüléshez vezet előbb vagy utóbb. Az az igazság, hogy azért ezek nem olyan nagyon nagy súly problémák, tehát azért itt azt lehet mondani, hogy itt mit tudom én, egy kilóról van szó, de sajnos mit tudom én, hogy egy, mondjuk egy gyűrűt veszünk, onnan lelendül az ember, azért amire ott a alsó oldponton van, azért ott egy 800 kiló is terheli a vállizületeket. Azért mondom, hogy itt ilyenkor nagyon oda kell figyelni. Meg egyszerűen ez egy ilyen bevett, hogy mondjam, tehát először is esztétikai sportág a torna, kinézetre azért úgy kell kinézni, hogy egy torna. Azért nem csak kinézetről van itt szó, hanem lelkileg szó. Most azért, mert ugye a tornában is úgy van, hogy nem úgy van, hogy most egy kilót lefogysz, hanem a bizonyos kilókat tartanod kell. Igen. Tehát, hogyha szinten tartod, akkor attól azért szenvedsz. És lelkileg, ez legalábbis én láttam ott a tornászokat, hogy megviselt egy-két embert, ez durván vagy rosszul látom? Nem, jól, nekem meg főleg, mert 18 éves koromban szörnyű nagy súlygyarapodásom volt, ez a szörnyű nagy 2-3 kiló hirtelen ráment az embere, és nagyon érdekes, mert szinte újra kellett a mozdulatokat megtanulni, tehát a súlypontja az embernek úgy megváltozott. Ezeket az időszakokat át kellett vészelni, csak egyetlen egy tartottam akkor problémának, meg most is egyébként, hogy rettentő nagy hangsúlyt helyeztek a súlyra. Tehát ugyanúgy meg lehetett volna azt csinálni, hogy az embernek azt mondják, hogy jó, hát fiam, most 2-3 kilóval több vagy, akkor valamilyen olyan munkát fogsz folytatni, amit nem biztos, hogy a terembe kell, fölveszem anorákot, jacket, és elmehetsz izzasztani, és addig, amíg nincs meg a súlyod, addig. De ezt egy edző nem csinálta. De minél nagyobb hangsúlyt helyeztek a súlyra, annál több probléma volt. Tehát voltak olyan versenyzők, akik emiatt hagyták abba tulajdonképpen a tornát, mert egyszerre annyira belelóvalták abba, hogy kövér vagy, és el is hitte magára, hogy kövér. Máshol persze röhögtek rajta, mert hát mitől kövér, nem volt kövér. Csak hát a tornasporthoz volt kövér végül is. Tehát akkor a súly probléma úgy látszik nem csak a birkózásban uralkodik, meg a judóban és a többi sportágokban, hanem a tornában is nagy problémákat okoz. És miért nem érvényesültél az edzői pályán? Mi volt ennek az oka? Nagyon egyszerű, amikor én abba hagytam a sportot, a Budapesti Honvéd Sport Egyesület felajánlott egy tulajdonképpen edzői állást, egy olyan fizetéssel, amivel nem voltam megelégedve. Pontosabban nem is az, hogy nem voltam megelégedve, mert amikor sportoltunk, akkor se kaptunk írtatlan nagy pénzt, csak hát annyi volt, hogy voltak edzőtáborok, külföldi utak, amire volt úgy, hogy a fizetését föl se tudta venni az ember, tehát úgy egységében jó volt. De ahhoz, hogy én akkor még család alapítás előtt álltam, tehát tulajdonképpen azt mondtam, hogy abból a pénzből nem tudok egyről a kettőre jutni. Sportidőszak alatt azokban az időkben nem szedhettem meg az ember magát, meg én szerintem most se tudják annyira megszedni magukat pénzzel. És hát nekem erre is kellett gondolni, a másik pedig az, hogy én tisztában voltam azzal, hogy amikor én versenyeztem, az én edzőm az mit dolgozott mellettem. Tehát én lefordítottam villámgyorsan az egészet, ugyanaz a 8 óra van, csak más szereposztásban. Na most én tulajdonképpen ettől egy kicsit megfutamodtam, mert ugyanazt elvártam magamtól is, amit én az edzőmtől annó, hogy igenis ott legyek a versenyzőm mellett, ne kezdjek el valamit maszekolni mellette, meg ilyesmi, amivel effektív a pénzt meg lehet keresni. És akkor úgy döntöttem, hogy majd idővel, és ez mai napig is benne motoszkál a fejembe, hogy előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy szeretnék edzősködni, hiszen imádom a gyerekeket, és érzek még mindig annyi ambíciót magamba, hogy föl tudnék nevelni egy-két sportolót. Tehát fogalmazhatunk úgy is, hogy egy háromszoros Európa-bajnok Gucek a György nem tudott meggazdagodni a tornában, nem tudott annyi pénzt összeszedni, amennyire igaziból szükséged lett volna. Lehetne röviden így is, de én tudom, hogy te nem vagy megkeseredve, mert itt beszélgettünk. Egyébként ez tetszett nekem, hogy nem az ott az első szabad, hogy jó, igen, hát minden rossz, ez se jó, az se jó, semmi nem jó, hanem neked azt mondtad, hogy semmi baj nincs, neked így jó az életem, ahogy van, és teljesen meg vagy elégedve. Azért vagyok, mert ez pont, ami ez belülről jön, a torna nagyon-nagyon lényeges dolgot adott, az persze fontos, hogy az ember eredményeket ért el. Ez egy dolog, én ezt így, hogy egy fiókba félre raktam. Viszont amit kaptam tőle, az, hogy tovább kell menni. Tehát én egy pontozásos sportágban voltam, amiben az ember olyan kudarcokat kapott pillanatok alatt, tehát amire az edzőm lenevelt arról, hogy ne is nézzem a pontszámokat egy versenyen, mert elvihette az egész versenyemet az a kapcsolatban, hogy én felülbírálom azt, hogy jól pontoztak, rosszul pontoztak, tehát ne erre menjen el az energiája az embernek. És pont erre akarok kiukadni, hogy a
torna megtanított arra, hogy tulajdonképpen az ember a magánéletébe is menjen tovább. Tehát, hogyha vannak kudarcok, mindenkinek vannak kudarcok, szóval nem szerintem föl kell dolgozni, és menni kell tovább, hiszen azt hiszem, hogy minden csoda 3 napig tart. Annak idején fitness centrumban találkoztunk, meg ott is tevékenykedtél. Most mivel foglalkozom? Most jelen pillanatban egy családi vállalkozást csinálunk, egy vasműszaki boltot csináltunk végül is, és hát most már ebbe 5 éve benne vagyok. Tudom, mindenkire azt mondja, hogy nekem nem ott lenne a helyem. Annak attól függetlenül megtanultam egy újabb fajta szakmát. Ez egyszer tulajdonképpen itt arról is szól, hogy emberekkel kell ugyanúgy foglalkozni, mint a sporton belül is. Tehát itt ki kell szolgálni őket. Nem beszélve arról, hogy utána közben meg azért üzleteket is kell kötni valamilyen szinten, mert a vasnak hol megy föl le az ára, ügyesen, okosan meg kell venni, és ezeket ügyesen be is kell árazni, és el is kell adni. Igen, mert általában az emberek úgy gondolkodnak egy gucagyárral kapcsolatban, hogy téged, mint tornászt ismertek el, tehát rád így akarnak felnézni, és olyan furcsa az embereknek, ha véletlenül téged nem ebben a közegben látnak, pedig hát tudomásul kell venni, hogy egy ember nagyon sok dologra hivatott, és mint ahogy elmeséltél az előzőkben is, úgy látszik, hogy itt is megállod a helyedet, és van élet a tornán túl is. És van-e szándékod visszatérni a tornába, és valami nemes dolgot elérni még? Hogyne. Mondom, nem adtam föl, hiszen úgy érzem, hogy a tornát úgy hagytam abba, hogy mindent kiadtam magamból, de mint edző úgy abszolút semmit nem is bizonyítottam, és érzem azt, hogy ez egy űr tulajdonképpen az én lelkembe, amit úgy érzek, hogy egy bizonyos idő után, tehát hát csúnya szóval élve, megvárom ezt azt, hogy egy kicsit úgy a sporton belül úgy tisztázódjanak a helyzetek, mert egy kicsit úgy érzem, hogy most azért nem csak a tornasportról beszélek, hanem úgy globál az egész sport viszonylat Magyarországon egy kicsit olyan gubancos helyzetben van, nincsenek el tisztázódva rendesen azt, hogy a terem kié, a pálya kié, kitől kapja a pénzt, tehát ebbe a háborúba én egy kicsit úgy nem mentem bele. Egy kicsit várok, tehát az az igazság, hogy hátulról szemlélem a dolgokat, és amikor úgy érzem, hogy ténylegesen tudnék tenni azért, hogy itt a magyar tornába effektív edzőként letegyem a névjegyemet, akkor biztos vagyok benne, hogy csapott papotot hagyok és megyek. Tehát akkor a torna az itt dobog a szívedbe, azt nem lehet soha elvenni tőled. És ha egy kicsit visszamegyünk az időben, mi volt a legkedvesebb emléket, a legszebb eredmény a szívedbe, amit elértél, ami neked nagyon fontos volt? Most a 3 EB közül gondolom az egyik, vagy talán az olimpia, nem. Vagy VB. Nem, hát mindegyik persze közel lett, nagyon nehéz ebbe. Csak úgy gondolom, azért valamelyik mégis többet jelentett. Nem, nekem szerencsém volt, mert volt egy Budapest világbajnokság, amin szerepelhettem. Tulajdonképpen ott azt hiszem, a közvélemény mindenki azt várta, hogy meg is nyerem a lólengést, nem nyertem meg, egyébként második lettem rajta, amit bevallok őszintén, hogy ez így volt reális. Tehát volt de valami minimális fontos. Minimális, de hogyha... Mert nagyon tetszett az a nyilatkozat, azt is olvastam, azt hogy mondom, te bevallottad, hogy igen. Nem, ott, jobb volt, tényleg. Ott jobb volt nálad, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy egy nagy sportember, aki azért megy oda, hogy megnyerjen egy világbajnokságot, és végül is valami miatt nem siker, azért nem siker, nem azért, mert elrontottad, hanem azért, mert a másik egy nagyon jó gyakorlatot csinált, és ezt egyszerűen belátod, és azt mondod, hogy nem elkezdett, hogy hát pedig az enyém jobb volt, mert ez is olyan, hogy lehet nézőpont kérdése, igen. És hanem egyszerűen azt mondtad, hogy hát igen, ez jobb volt. Nem, sajnos jobb volt, azt kell mondanom, és hál' Istennek, de attól függetlenül nem is ez volt a lényege, hogy második, harmadik, első, hanem megérezhettem azt, hogy a hazai közönség előtt mit kaphat az ember, mint sportoló. És úgy éreztem, hogy van értelme. Tehát ezt egyébként én szerintem nagyon sok sportoló elmondta már, akinek volt ilyen szerencséje, hogy hazai közegben tudjon versenyezni, de ezt elég nehéz átadni. Szóval ez fölér mindennel azzal, hogy az emberek egy körbenézés, mindenki tudja, hogy érte szurkol, akkor éppen én voltam a favorit is. Tehát ez egy nagyon szerencsés helyzet volt életemben. Családodról te lennél hajlandó beszélni, mert Muha Józsi megszeppent megért, de gondolom te azért nem beszélsz, mert neked nincs nagy én is így ismerlek téged, azért is kérdezek bátran. Teljesen tiszta dolgok vannak. Tehát van egy 3 éves, vagyis hát 4 éves kislányom, Boglárkának hívják, ez nagyon-nagyon megváltoztatta úgymond az életemet is. Talán megkomolyodtam, későn ősültem végül is, mert 36 éves koromban ősültem. Sokan azt mondták, hogy elkapkodtam, van aki azt mondja, hogy késő. Szüleimről beszélek, mert ők mondták, hogy későn végül is.
De nem is az a lényeg, hogy nagyon megváltoztatta az életemet, most már inkább úgy hazajáró gyerek lettem, és hát a feleségemnek is olyan munkaköre van, hogy inkább, tehát este felé ér csak haza. Hál' Istennek így rám marad a kislányom, én fürdettem, én etettem ilyenkor, és legalább így együtt van, mert én meg reggel, korán reggel indulok dolgozni, és hát csak ilyen 4 óra körül, 5 óra körül érek haza. Mi az, ami nagyon megváltozott az életed, ami nagyon más lett mondjuk 1980 óta, ami teljesen másképp gondolkodsz? Mi az, amiben teljesen másképp gondolkodsz? Ez egy jó kérdés, megmondom őszintén, sose gondolkodtam el ezen, de én úgy érzem, hogy nagyon sok minden nem változott. Egy mondom, ami megváltozott, a család, tehát egészen, tehát most már sokkal inkább felelősségteljesen teszek bizonyos dolgokat. Most mondok csak egy autóvezetést, tehát akkor mertem senkire, nem tartoztam idézőjelbe, senkiért nem tartottam felelősséggel se. Most egészen másképp, főleg, hogyha mit tudom, a családom bent ül a kocsiba, egész másképp vezetek. Tehát azért mondom, hogy ilyen apró nyuanszok vannak, amit az ember másképp értékel. De azt hiszem, hogy gondolatmenetem meg a gondolatvitelem, tehát maradt ugyanolyan, tehát abszolút jókedélyű vagyok, szeretek járni, bulizni is, hogyha van energiám. Úgy különösebben nem tudok erre konkrétumomat. Gyurikám, nagyon megköszönöm, hogy vetted a fáradtságot, és meglátogattad a Budapest Televíziót, és remélem, hogy jól érezted magad, mert ide nagyon nagy szeretettel hívtunk téged, és nagyon nagy sportembernek tartalak, és nagyon sok eredménnyel öregbítetted a magyar sport hírnevét, és kiváló ember vagy, ami legalább olyan fontos, mint az eredményeid. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és gyere máskor is. Gyerek mindenképp. Én köszönöm. És akkor, ha még van idő, akkor nézzük meg a Dübörög a motor című klippet, ha nincs, akkor biztos van.
estét kívánok, igen, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és egyre nagyobb megtiszteltetés éri a műsort, hiszen vendégünk Kovács Antal, aki vette a fáradtságot, és olimpiabajnok létére autóban ült, és egyszerűen eljött a Budapest Televízió képernyő elé, és hát nagyon bízom benne, hogy önök nem érzik majd rosszul magukat. Szeretnénk itt egy-két dologról beszélgetni, és olyan kicsit úgy én is meg vagyok illetődve, mert hát azt kell, hogy mondjam neked, hogy velem szemben egy olyan sportember ül, aki azon ki vagy olimpiabajnok, világbajnok is, második volt világbajnokságon, van még jó pár érem, és még az a megtiszteltetés is ért téged, amitől ledöbbentem, mert Japánban csak úgy nem dobáloznak a dolgokkal, hogy te tiszteletbeli szamuráj is vagy. Jól mondom, vagy ez valami hatalmas nagy tévedés? Üdvözöllek itt a stúdióban. Szia, üdvözöllek, köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon sokat hallottam rólad, hogy nem tudtam kihagyni ezt a dolgot. Különben is szerettek volna megismerni, de így köszönöm. Összekötöttük a kellemeset a hasznossal. Hát Japánban ugye ez a judónak a szülőhazája, ott nagyon nagy tisztelet övez minden nagy bajnokot, és én egy különleges dolog voltam. Annak idején én nyertem, én voltam az első junior korú sportol, aki olimpiát nyert. Ráadásul inkább kosárlabdázónak nézek ki, mint judósnak, és amikor megérkeztem, meghívtak a Japánba, akkor két tévéstáb 10-10 fővel még a WC-re menésemet is mindent lefényképezett. Nekik akkora dolog volt, mert tehát ekkora embertelen az országban sincs. És a suta mozdulataim, ami teljesen szokatlan és teljesen más, mint ahogy ugye ők judoznak, ez nagyon nagy meglepődést okozott, de akkor ott egy pár napig én voltam a sztár. Kb. Úgy fogadtak, mint amikor idejött a Szennannak idején, vagy valami ilyesmilyen. Érdekes, hogy általában akinek egy kicsit rossz a magatartása, többségben azok választanak birkózó sportágot, judo sportágot, és nem tudom, de úgy igaziban nem hiszem, hogy nagyon rossz magatartásról lettél volna, hanem inkább azt mondhatom, hogy kimondottan jó tanuló voltál, aminek én nagyon örülök. Mégis hogy adtad a fejedet, hogyha, mert tudom, hogy most már a második diplomádat csinálod. Mégis ez a judo, ez egy annyira kemény sportág, hogy komolyan mondom, hogy meg vagyok rettenve. Szóval itt azért ilyen eredményeket tegyük hozzá, hogy egyedüli olimpiabajnok vagy, ha jól mondom, egyedüli világbajnok vagy. Ez egyszerűen félelmetes. A judo az akár a birkózás, aki ebben egy kicsit belekóstolt, és aki mondjuk férfias, azt gondolom, mint amilyenek talán mi vagyunk. Maga az a küzdelem, az a testtelen arc, ami valószínűleg a genetikai igényünk a régmúltból, amikor még küzdöttünk pősemberként, vagy bárhol, és hogy ezt úgy megtehetjük ebben a mai korban, hogy senkinek nem lesz semmi baj, a barátságosan kézet fogunk, és megelőjük egymást a végén, és végzünk. De akkor is az, ahogy két férfi erővel, technikával, akarattal és ésszel összecsap, kitalál egy taktikát, a begyakorolt módszertokat, egymással szemben ütközteti, ez szerintem ez egy annyira jó sport, hogy ez nem kérdés. Én nagyon szerettem mindig az ilyen dolgokat gyerekkoromban, sosem voltam verekedős, de mindig... De most már az vagy? De mindig szerettem firtatni ezeket a dolgokat, és most van egy unokaöcsém, aki 11 éves, és pontosan olyan, mint én. Ugyanúgy állandóan tekeredik, és birkózni akar. Ma már megúszta, nem lett judós. De. Judós lett. És milyen eredményeket ért? Hát, itt tudom én, országos bajnokságon volt már érmes, meg... Hát ez komoly dolog. Hát én az első évemet, az mondjuk mindjárt arany volt, csak 15 évesen nyertem, tehát viszonylag későn értem oda, mert nőttem, sosem értem utóla a dolgokat, de mindig szerettem küzdeni. Nekem nem volt célom, hogy én olimpiai bajnok legyek. Amikor tudod, volt egy elég hosszú szakasz egyetemben, a olimpiai bajnoki győzelem után, még Atlantában volt, hát amikor nem értem, hogy sérült voltam, minden bajom volt, nyomasztott a teher, hogy én már nyertem, nyerni kell megint, akkor úgy tudtam ezen túl jutni, hogy visszanyúltam oda, hogy miért szeretem én ezt az egészet. Tehát nem azért kell, és akkor rájöttem, hogy azért szeretem, mert szeretek győzni, szeretek dobni. Tavaly megmutatték a térdemet, és amikor először le tudtam menni,
lesántikáltam edzés, és elkezdtek gyűrni, és csavarták a fülemet, fúrtak, faragtak, mindenem fájt, és újra éreztem, hogy élek. Tehát te bizonyára tudod, hogy miről beszélek, aki ezt megízlelte, ezt a küzdelmet, ezt az egészet, annak ez... Szóval ez a sportág, de szerintem minden sportág ilyen, hogy van egyfajta varázsa, az ember beteszi a lábát a teremben, és szó szerint számtalanszor volt, hogy én is lementem a teremben, mondom, fáradt is vagyok, minden bajom van. Beléptem a teremben, néhány percig bírtam. Muszáj volt kölcsönkérnem cipőt. Szóval egyszerűen ilyenek vagyunk, ez egyfajta szó szerint egy betegség. Egy normális ember nem csinál a tiéd, hogy én is minden helyzetben birkózni akarok, győzni akarok, küzdeni akarok. És ebbe ad a nagy dolog, hogy az egyik embernek sikerül, a másiknak nem sikerül. Én tudom, hogy nagyon-nagyon sokat kell dolgozni az ilyen küzdősportokban, és ez egy óriási érdem, mint hogy az elején is elmondtam, hogy te egyedi olimpia bajnok vagy. Ennek olyan súlya van, olyan értéke van, és ráadásul, hogy egy ilyen, aki egy intelligens, egy normális megjelenési, normálisan nézel ki, meg lehet tőle gyerünk. Tehát azért ez nem mindegy, nem mindegy a sportágnak. Hát most képzeld el, hogy fogatlan lennél, és nem törődnél magaddal, meg stb. Figyelj, én ezt egy nagy kitüntetésnek, nagyon nagy szerencsének érzem, hogy pont én voltam az, akinek ez megadatott, hiszen a mi sportágunk rengeteg nagy egyénységet termelt ki, akiknek nagyon-nagyon kevés kellett ahhoz, hogy nagyot nyerjenek. Te tudod, én értem fel a csúcsra, de az én korosztályomból több ezeren voltak, akik nagyon komolyan vettek, akik elkezdték, több százan, akik szinte ugyanazt a munkát végigcsinálták, és közvetlenül az olimpiáról is még 50-en voltunk, nem sokkal, akik még ott voltak, ki tudnak talán jutni. És ebből a sok-sok emberből, aki elindult, aki megpróbálta, és aki ott volt a közelében, abból pont én lettem az, aki ezt megnyertem. Tehát én ezért hálával tartozom, és a Jóistennek, a sportágnak is csak köszönni tudok. Tehát itt ez nekem egy nagyon nagy szerencse, hogy pont én voltam. Nagyon érdekes, olvastam valamelyik labban, és nagyon tetszett ez a nyilatkozatod, nem értem is láttam, hogy mégis senki nem mondta azt, hogy nem jósolta meg neked, hogy olimpia bajnok leszel. Tehát nem nagyon pacsolgatták a válladat, és egyetlen egy ember megjósolta. Ha nem tudom, hogy igaz-e, majd akkor kijavítasz, hogy nem így van, az pedig Tuncsik József szinte Európa bajnok mondta, de erre te választottad, hogy persze, de Tuncsik József nagyon sok mindenkinek mondta, hogy olimpia bajnok lesz, és nálad bejött. Akkor végülis a Tuncsik Józsinak akkor van szeme, mert azért meg... Van szeme, Pakson, nem egy nagyváros, 20 ezeren vagyunk. Én tudnék mondani legalább 40-50 embert csak abban a kisvárosban, akinek megmondta Tuncsik, hogy olimpiai bajnok lesz. Végülis tudod, ha elő a nagyszámú emberre rámondja valaki, hogy olimpiai bajnok lesz, akkor nagy eséllyel ebből fog jönni. Úgyhogy ő tényleg megmondta. És arra emlékszem, viszont ezt később is mondta komolyabban, mondta, hogy Csőszimi, mondta, hogy nézzek ezt a gyereket, ez ebből olimpiai bajnok lesz. Csőszimi rám nézett, akkor voltam 192 centi magas, 68 kiló. Nagyon rossz a szemem, úgyhogy volt egy olyan 2 centi szemre teli patlásokkal, és ott jöttem, éppen azt mondom, a konditeremben voltunk, talán 30 kilóval birkóztam, és akkor Csőszimi mondta, hogy Józsi, elnézte a francba, hagyjál ezek a hülyeségeket, mit akarsz ettől a létrától? Aztán 3 év telt el, vagy 4, csak valahogy még összejött. Tudod, erre van egy nagyon rövid kis sztorin. Balla Józsi már nincs köztünk, ő meghalt, és neki volt egy nagy riválisa, Szemüléri Péter, és egyszer kint voltunk együtt a Sparta kiállón, és nézegettük. Tudod, mint ahogy elmegyünk egy versenyre, ki melyik súlyba indul, és hát tudod, mivel nehéz súly volt, azt mondja, te, ez nehéz súlyba ment. Miért ő kell nekem, őt szeretném. És így nézett ki, ahogy te. Na most ne tudd meg, agyonverte. De komolyan mondom, vagy 20 pontot csináltál, te még ilyet nehéz súlyban nem láttam. És én akkor kezdtem el gondolkodni, hogy ezek a kisebb súlyból felfele jövő és vékony, kellemetlen, nyúlós emberek nagyon kellemetlenek. És már én is beszélgettem a Weber Misével, és te mondom, mi van ebben a tóni, mi az Isten van ez egyszerűen hozza az eredményeket, ilyen, mint a judo, ahol nem lehet odaérni szinte egyszer se, és ez meg is zsinórban odaér valamilyen szinten. Mit csinál ez az ember? Azt mondja, te azt mondja, ez egy nagyon kellemetlen, ez nagyon ott van fejben meg minden, hát szóval én is próbálom megfejteni, de hát ez nem könnyű dolog. Engedd meg, hogy egy hozzád méltó videoklipet vetítsünk. Azt gondolom, ha valaki megérdemli ebben a stúdióban, már csak elsősorban az is, mert
Paksról feljöttél, és ilyen késő este, akkor megérdemelt, hogy neked szóljon a Bajnok vagy című videóklip a Depression együttes előadásával, mert Takács Szilagy István szerzeménye. Szerénységem pedig a szöveget írtam. Remélem, köszönöm, megfelel. Köszöntöm a kedves nézőket, és remélem, hogy egyre többen vannak velünk. Annak ellenére, hogy késő van, Antinak is késő van. És hát az első benyomásod az volt, miután meglátod a videoklipet. Te a Misi egy kicsit lassú. Melyikre gondoltál? De megváltos Misire? Mondjad keményen. Hát az ütem érzéke volt, csak kétszer volt, amikor egy kicsit megcsúszott az ütem. Amikor között vagy bajnok vagy valaki, akkor egy 10 másodpercet kiesett, ennyi volt, csak ennyi megérdezett. Misinek a mentségére szól, hogy amikor forgattuk a klipet, nem nagyon lehetett hallani a zenét, mert nem volt elég erős, és hát így kicsúszott az ütemből. Tényleg, ha már így a Misiről szó esett, gyújtatok már együtt? Még nem. Tehát azért ennek el kellene, hogy jöjjön az ideje, mert ugye már itt volt szó arról, hogy a Fekete Laci, Deák Bárdos, minden, és most hát erről esetleg tényleg mi a véleményed erről? Hát a Maci. A Minei is húlyunk, összecsapott egyszer, egy ilyen játékos összecsapás volt. Volt egy perc judó, meg egy perc birkózás.
Hát hatalmas fölény volt mindkét oldalon a... Ez milyen érdekes, nem? Igen, elvileg mennyire hasonlítak két dolog egymásra, és mégis semmit nem tudtak kezdeni egymást. Tehát a Micsire ráadunk egy ruhát, vége van. Nem tudnak fogni. De nem csak, tehát oda tennék egy 78 kilós embert, és nem tudnám megfogni. Én viszont, ha nincs ruha, akit megfogjak, akkor szerintem fotót csinál velem egy 60 kilós. Akkor muszáj kilós. Ruhába járkálunk. Ez... Igen. Bocs, Anti, van egy telefonál. Jó estét kívánok! Halló, halló! Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallgatom. Igen? Igen, hallgatlak, vonalban vagyunk. Hallunk téged. Nos, én először is jó estét szeretnék kívánni minden kedves nézőnek és önöknek. Másodjára pedig szeretnék gratulálni Kovács Antalnak, hogy az elért összes sikeréhez, ugyanis én szemmel követem a pályafutását, mert magam is a KSI-ben nevelkedtem annak idején, Tozsóbával, meg a többi nagy öreggel, és számtalanszor láttam a képét Antinak kint a falon, és hát gratulálni szeretnék az összes elért sikerehez, amit valaha is sikerült neki. Esetleg van olyan kérdés, amit fel szeretnél tenni neki, és én attól félek, hogy meg is válaszolja, jó olyan? Nos igen. Fölmerült bennem a kérdés, mivel még mindig aktív vagyok, már így 22 évesen, most már a JDS-ében koptatom a szőnyeget, és annyit szeretnék kérdezni, hogy esetlegesen mi a sikertitka, mi az a plusz, amit rá kell tenni, hogy az emberbe olimpiai bajnok legyen. Köszönjük, hogy velünk vagy, és nézel bennünket, és nézel máskor is, és telefonálj. Őszintén megmondom, nagyon-nagyon jó kérdés, amit feltettél. Igen. Erre kerestem a választ, és szerintem nagyon régóta nagyon sokan keresik a választ, és nincs igazából jó válasz erre. Tudod, hogy kiegészítselek, tulajdonképpen a forma időzítés, mint ilyen, tehát nagyon-nagyon rövid részek vannak az edzéselmélet könyvben is, mert tulajdonképpen ilyen, hogy forma időzítés, egyszerűen meg maga a sikernek a titka, az valahol az megfejtés alatt van, tehát ezt nem lehet megfejteni. Nem. Ez valami hihetetlen. Nagyon sok ember van, aki nem én vagyok a legjobb judós. Ha az erőnyémet nézzük, akkor mondjuk ott vagyok talán a legjobbak között. De Magyarországon is van nagyon sok az én korosztályomban is, aki ügyesebb volt, jobb volt és erősebb volt. Elmondom, hogy én mit csináltam. Erre vagyunk kíváncsiak. Mindig megcsináltam az edzést. Akkor is, ha kétségeim merültek fel, sose csaltam. Tehát utána lehet nézni. Ha nem volt ott az edző, és kiadta, hogy valamelyik le kell futni, és sötét volt, akkor is a jelentésben az szerepelt, amit a kémek jelentettek, hogy én lefutottam, és megcsináltam rendesen. De ez nagyon kevés lett volna, mert ezt nagyon sokan megcsinálták. A verseny előtt nagyon sokat készültem az embereimre, tehát rengeteget videóztunk, a Hanyás László az edzőm, nagyon sok. Mindenkiről meg volt a videó, megbeszéltük, hogyan kell készülni, fejből felkészültem, mit, hogyan kell csinálni, és utána küzdelmeket olyan szemmel csináltam, ami modellezi leginkább az edzést. Ez volt az egyik része, a másik része, hogy köredzéseket csináltunk, meg azt csinálunk ma is, például ugye ma reggel fél héttől. Ez 13 gyakorlat, és nagyon intenzív. Minden gyakorlatban 10-et kell csinálni, nagyjából 5 perc alatt zajlik le. Egy kör is ez nagyon modellezi. Az én kondim az talán ettől lett jó. De ezt megcsinálták nagyon sokan mások. Bármennyire nem akartam fiatal koromban ezt belátni, egy olyan sportágban, mint a miénk, kell hozzá szerencse is. Ezt nagyon nehezen ismerem el. Pedig én azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudok egyetérteni veled. Szóval szerencséje annak lehet. Aki azt nagyon mondtam, hogy kell hozzá érte. Szerencse is, ha önmagában ez akkor nem tud kijönni a lépés, ahhoz tulajdonképpen nem kell szerencse, ha kijön a lépés előbb vagy utóbb, hogyha te dolgozol, mindent megteszel, előbb-utóbb kijön. Azt gondolod? Biztos vagyok benne. Én is úgy érzem, hogy az, amiket elhibáztam, akkoriban nagyon elégedetlen voltam, meg ezt hibáztattam, meg azt hibáztattam, és én rádöbbentem, hogy a hiba egyetlen egy emberben volt, bennem. Itt volt most az olimpia, talán sose voltam ilyen jó, mint most. Igen, jobb voltam, mint 92-ben, ezt azért érzem. Kezdtem ezzel a japánnal, akit soha nem vert meg senki, csak én. Kaptam egy új-zélandi bírót, aki nem merte felvállalni az intést. 3 olyan pont volt, ahol lehetett volna másként ítélni a bírónak. A 3-ból egyet úgy ítél meg, ahogy szerintem helyes, meg ahogy mondjuk a csarnok és a szakértők
szerintem is akkor másként alakul. Be tudtam volna menni a következő, már csak olyan ellenfelek voltak, akiket ennél sokkal rosszabb formában is riponnal vertem. Tehát ha az egy meccsen túlrendülök, akkor végigmegyek. A krónikákban mi van írva? Az, hogy egy meccsen kiestem. És ennyi múlott, hogy nem mentem végig. De ezt annyival meg kell másítani, hogy tulajdonképpen mindig csak ennyi múlik. Mert a sikert és a sikertelenséget nagyon-nagyon minimális ezt dolog mondtam, de van egy bizonyos szint, amennyit te meg tudsz érte tenni. De most, ha megfordítjuk az egész dolgot, akkor viszont volt, mint ahogy te fogalmaztad meg, hogy volt egy időszak, amikor még nem is voltál annyira jó, és akkor még mégis nyeregettél, és most meg, amikor már tényleg jó vagy, agyban is ott vagy, felkészülésben is ott vagy, kiváló edzőt van a Hangyás, aki állítólag a földharcban, világszínvonalon van, én is ismerem személyesen, tehát egy jó arc, egy jó fej, szerintem az ember is álmodozhat jobb edzőről, de hidd el, hogy lehet, hogy akkor meg neked jött ki jobban, és a másiknak nem annyira. Tehát tulajdonképpen ezt az életed, ezt így el kell fogadni, persze meg kell mindent tenni. Teljesen egyetértünk, tehát éppen jól mondtad, azt mondtad, hogy az élet így jött ki. Akkor az nagyon pici mellettem volt. Itt most, ami átlendített, voltam kritikus helyzetben az olimpián, amikor nyertem, és a világbajnokságon is, amikor nyertem, bázári hátrányban voltam a VB-n például. Az nagyon pici akkor úgy alakult, és azt mondom, hogy ezek a nagyon kicsik. Én a magam részéről megteszek mindent, amit tudok, de van egy nagyon pici, amiért nem tudok mindent megtenni. Ezt csak azért mondom el, hogy úgy nem lehet oda menni egy világversenyre, egy világbajnokságra, egy olimpiára, hogy itt most mindenképpen nyernem kell. Szerintem például a Misi, Deákbárdos Misi erre az olimpiára saját maga tette fel, saját magának annyira nagyon a terhet, mert minden a nyilatkozatánál megmondta, hogy ő most itt nyerni megy. És mire odaért, ez minden egy ilyen nyilatkozatnál felvett egy nagy súlyt. Nem mondta, hogy nyerni megy. Következő, megint megmondta. Aztán megint megmondta, és mire odaért, addigra volt rajta egy olyan nagy súly, amit ott nem... Bocsánat, hogy megszakítalak, nagyon jókat mondtál, de azért én ezt tudnám még fokozni. Van egy kedves telefonálunk, jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Mutassátok inkább a zenát, az evén pöcs sokkal izgalmasabb. Parancsol? Mutassátok a... valakit. Jó, hát minden esetre mi... Ez a kritika volt. Minden esetre az a lényeg, hogy mi itt vagyunk, Kovács Antal a vendégünk, őnek egy problémája van, egy baja van, hogy nyert egy olimpiát, nyert egy világbajnokságot, és egy csodálatos sportágban. Folytassuk talán ott, hogy Misiről esett szó. Én azt hiszem, hogy jól mondtad, hogy ő mindig a vállára vett egy terhet, mert azáltal, hogy az ember azt mondja, hogy mert ugye ilyen volt a Kovács István és a Kokó is, az is szedegette a vállára terheket, de ő olyan öntudatos volt, és annyira hitt abban, amiket csinált, hogy sokszor én megijedtem, mondom, úristen, ez az ember, ez így elmeri mondani, hogy megnyerem, és oda ment, és tényleg megnyerte ő a világverseny többségét, mert csak a végén csúszott meg. Tehát ez nagyon két oldal, mert tulajdonképpen, ha te nem hiszed el, hogy nyerhetsz, akkor ki higgyél? Van az, amikor valaki... Na, bocs, megint van egy telefon. Halló, jó estét kívánok! Halló! Jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Csókolom! Én csak gratulálni szeretnék Kovács Antalnak, és önnek is. Köszönöm. Csodálatos sportágban, mi nekünk, ő a legnagyobb. Nagyon köszönöm. Úgyhogy semmi kisebbségi érzése ne legyen, ő megharcolta azt, amit elért. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, nézzen bennünket továbbra is. Tehát visszatérve, hogy ugye különféle típusú emberek vannak. Ugye, én is azt hittem, amikor elindultam, hogy akkor most ez így lesz, hogy én mindig nyerni fogok. Aztán ez úgy is volt egy darabig, aztán utána nem. Aki végig tudja csinálni úgy, hogy mindig tud nyerni, de a mi sportágunk az baromi nehéz. Tudod, hogy a birkózásból is mennyire nagyon kell. 96-ban a Farkas Petinek ennyi hiányzott, hogy összeérjen az ujja, és akkor megvan. Tehát annyira nagyon kevés dolgokban nem lehet tutira menni, hogy valaki győzzön. Aki nagyon jó, előbb-utóbb odaér. Hát én nagyon-nagyon el vagyok keseredve, mert attól félek, hogy az időnk lejár, és szinte nem akarom elhinni, hogy ilyen gyorsan elment, és még annyi mindenről szerettem volna veled beszélni. Talán még azért pár gondolatot mondjam, mert tudom, hogy édesapád nem él, és hát... Én tudom, hogy ez téged nagyon megrázott, és a nagy sikereidet nem érhette meg. Egy pár gondolatot még annyit elámban. Nem tudom, mennyi van még a lehetőség. Azért azt hallgatlak, még akkor van egy perc erre. Hát pár hónappal az olimpia előtt halt meg.
végignézte azt, hogy én ugye judo nem volt annyira reflektált sportág, és úgy mondta, hogy fiam, tanuljál inkább, mert nem lehet tudni, és hát még megnézte, hogy hol lesz az olimpia, februárban halt meg, megnézte a térképen, aztán meghalt. Bocsánat, még egy rövid telefont be tudunk venni, de ez tényleg röviden. Jó estét kívánok! Haló! Jó estét kívánok! Szervusz, Antitibi vagyok, Miskolc. Jó estét kívánok! Jó estét, szia! Köszönöm, Miskolcról. Haló! Nyugodtan mondja a kérdést, ne hallom. Elnéztem a meccselet, Anti. Volt már egy olimpiai bajnokunk, akitől a japánok miatt. Hajtós Berta. Elvették az olimpiai címet. Pontosan, pontosan. Mozogtunk együtt a Bercivel. Az durvább volt. Az durvább volt. Úgyhogy... Egyértelmű. Úgyhogy... A sokkal durvább volt, de nincs miért elkeseredned. Köszönjük szépen, hogy telefonáltam. Legalább két intésbe fért volna. Oké. Legyen élet volna. Nézzél bennünket máskor is, és örülök neki, hogy azért összetartatott érni. Tessék, itt van a Hajtós Berci, aki megittett mindent, megnyerte, jobb volt, és mégsem lett az olimpiai bajnok. Hát engedd meg, hogy megköszönjem neked, hogy eljöttél, és nagyon-nagyon tisztelő leszek továbbra is, mert kiváló ember vagy kiváló sportoló voltál, és példaképe lehetsz bárkinek ebben a sportágban. Úgyhogy megtartsunk össze, mert itt más választás nincs. Köszönöm, hogy itt voltál, és hát most gondolom reklám lesz, de azért azt ígértem neked, hogy a Ritter Árpiról szóló dalt lejátsszuk, megígérem.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, és köszönöm, hogy ilyen sokan velünk vannak, hiszen a telefonálók is ezt bizonyítják, és hát jó pár nem is sikerült jó párnak bekerülni a műsorban. Továbbra is egy kiváló vendégünk van, Varga János, olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, Európa-bajnok, csóválod a fejlett Jancsikám. Tudom, hogy 10 érem van a zsebedben, hát mindent nem fogom felsorolni, mert műsornak vége lenne. És a Jancsinak még van egy olyan különlegessége is, hogy kedves felesége Gabi is kiváló diszkoszvető volt, és a lányod is kiváló sportoló, és az olimpián igaz, hogy nem sikerült a nagy remény, de azt hiszem második volt már Európa-bajnokságon. Jól mondom, Varga Gabriella? Hát az a helyzet, hogy... Mit szólsz te ehhez, Jancsikám? Európa-bajnik aranyérmes. Ja, aranyérmes, bocsánat, én nem tudom, miért emlékeztem, pedig még gratuláltam is hozzá. Igen. Így volt. Világbajniki. Hetedik. Igen. De most nem volt megelégedve. Ezek már felnőttben. Hát az olimpiai dolgokkal nem volt megelégedve. Igen, nem. Hát szóval jobb eredmény számított. Hát hatodik lett. Én szerintem szép eredmény. Persze. De hát ő azt mondta, hogy jobbra számított. Sőt, hát tulajdonképpen ő ezt az egész élmezőnyt többször megverte. A Vezzálitól kezdve az egészet, aki négyszeres olimpia bajnok, azt is már kétszer verte meg, az olimpián is, az Európa bajnokságon is megverte. Úgyhogy... És te, most így már gondolom, volt idő gondolkodni azon, hogy miért is nem sikerült. Már bocs, hogy egyből róla kezdünk beszélni, de hát tudom, hogy nektek az egyik legfontosabb most az, hogy ő tulajdonképpen sportol, és még hozzá nem is akárhogy, hogy azt szeretnétek, hogyha ő is hatalmas eredményeket, már pedig ezek nagyon nagy eredmények, amiket elért, de hát azért még az édesapát van még egy kis idő, hogy be tudja hozni. Hát egy kis hansza van még, azért, de... Bocsánat, Jancsi, miért megszólalsz, van egy telefonál. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Kovács György vagyok, Jászberényből. Szia, Gyuri, üdvözöllek! Szevasz, Sanyi, tiszteletem, mester! Szevasz, Gyurikám! Azt hiszem, a magyar sportnak ez a átka is, ami a óriási erénye, hogy tele van olyan géniuszokkal, mint a Jancsi bácsi. Én egy tanítvány vagyok, igaz, már 44 éves, és épp most jutott eszembe, hogy amikor én 20 évesen, 80-ban a Honvédba kerültem, akkor annyi idős volt Jancsi bácsi, mint most én. És én azt mondom, hogy azok a edzők, akik ma edzők, én bátran állítom példaképpen a mestert, mert egy olyan különleges személyiség, aki amellett, hogy a magyar sport, a magyar birkozás géniusza, a tanítványainak is az ő rongyala volt, sőt, még felnőtt korában is az ő rongyaluk. Én emlékszem, amikor a Honvédba kerültem, ha nem volt edzőpartnál, akkor a madárcsontú mester, csoda, hogy lett egy ilyen madárcsont, biztos óriási erő lehetett belőle benne, hogy mégis világolimpiai bajnok volt, az egész világot maga alá gyűrte, de ha nem volt edzőpartnál, akkor ő vele birkoztam. Ha fájt a fogam, ő vitt el a Honvéd kórházba fogorvoshoz. Ha főiskolára mentem, ők íratták meg, hogy ennek az embernek aztán a honvédségen keresztül szüksége van, hogy arra a vendéglátóipari főiskolára járjon. Amikor elkezdtem az életbe szárnyaimat bontogatni, akkor ő volt, aki segített a boldogulásban. Úgyhogy olyan különleges személyiség ez, akit én minden mai edzőnek és civil embernek a példáig állítok, és most meg szeretném legadni az alkalmat, hogy megköszönjem neki azt a sok segítséget, amit teljesen önzetlenül értem tett, és én csak azt tudom mondani, hogy ha én is csináltam egy kis sportegyesületet, és én azoknak a pici gyerekeknek próbálom azt visszaadni, és úgy gondoskodni róluk, ahogy ő gondoskodott mi rólunk. Úgyhogy jó egészséget kívánok, mester, és sok sikert! Szerencsétek is lányának, Gabikának. Hát először is köszönöm szépen a telefonát, elnézze bennünket máskor is, és telefonál. Én megmondom őszintén, ilyen szavak után nehéz megszólalni. Én úgy gondolom, hogy ezekben a mondatokban minden benne volt, amit egy mester és tanítványa között létrejöhet. Tiszta pozitívum volt az egész, és olyan tisztelettel beszélt, pedig most már ő is egy meglett ember, tehát nem egy karonülő, és mégis a tisztelet sugárzik belőle, és én azt gondolom, hogy ezért megérte ilyen későn befáradni a stúdióba, mert ilyen szavak, komolyan mondom, hogy meghatottam teljesen. Te hogy érted ezt meg? Hát Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy hát így értékelted a munkámat. Igyekeztem, meg igyekszem is ember maradni. És a tanítványokat úgy formálni, hogy azokból is ember legyen.
az életbe állják meg a helyüket, és hozzásegíteni, mert sokszor szükség van arra is, nem csak a szőnyegen, hanem az életbe is. Szükség van, hogy egy kicsit a edző az legyen pedagógus is, legyen szülő is, mindenből egy kicsinek lenni kell. Ahhoz, hogy azt a bizonyos fiatal tanítványokat egy kicsit úgy előre is tápolja, segítse az életre. Visszatérve az előző gondolatokra, mert ugye beszéltünk itt a családról, két Gabiról is rólad. Úgyhogy rendeződnek ezek a dolgok, hogy három ilyen nagy egyéniség van egy családban. És itt ugye nem gond, végül is előny, gondolom én, de mindenféleképpen mi három nagy, három erős egyéniség. Hogy zajlik ez le, hogy végül is minden hárman sportolók vagytok? Hát még egyelőre én viselem a kalapot. Hát ez nagy dolog. Azért a családban. Nálunk ilyenről már szó sincs, szó sem esik ilyenről. Attól függetlenül, hogy hát tulajdonképpen nem egy nátszál a nejem sem, mert ugye mint diszkoszvető, hát 85 kiló, és szépen dolgozott, keményen dolgozott, szinte súllyal többet emelt, mint én, meg többel bukott, mint én, de az én más az életbe és a családba, ott igyekszünk azért békét tartani. Tehát azért elbírszod asszonyat. Hát azért, igen. Polyák évenek mindig vannak ilyen nagyon érdekes mondásai, és szóval az ember ugye először nem veszik komolyan is, és aztán ha mögé nézek a dolgoknak, mindig nagyon sok igazságot, bölcsességet mond, és ezt csak így poénképpen mondja mindig, hogyha a Jancsi megjelenik, akkor biztos, hogy jön a Gabi is, vagy ha a Gabi jön, akkor biztos, hogy jön a Jancsi is. Ezt én pozitív képpen mondom, mert a feleségem is azt mondta, hogy nézd meg, ezek normális emberek, ezek együtt vannak, együtt élik az életüket úgy, ahogy kell, és tényleg egy példaértékű, hogy te nem csak kiváló sportoló voltál, hanem egyszerűen mint családapa, mint családfő is egy kiváló ember vagy. Te is így látod? Hát nézd, én igyekeztem mindig. És valóban én nekem saját magam is az a észrevételem, hogy hát tulajdonképpen családapa vagyok. Szóval szeretem a családot, és igyekszem úgy is élni, és úgy is alkalmazkodni, hogy béke legyen, normálisan menjen a családi élet. Hát én azt gondolom, hogy egy normális családi élet nélkül eredményeket elérni nagyon nehéz lehet. Azt gondolom, hogy egy kicsit kanyarodjunk vissza azért a régmúltadra, hogy Abonyból indultál, hogy is zajlott le, egy kicsit vezessük be az életedet. Hát az már nagyon régen volt. Biztosan? Abonyban 1953-ban alakult meg a Birkózó szakosztály, még Ceglédről. Bocsánat, mielőtt még megalakult volna. Jó estét kívánok, van egy kedves telefonálom. Halló, jó estét kívánok. Halló. Igen. Vonalban van. Igen. Szervusztok. Szia. Svagyikám, gratulálok neked. Köszönöm a Vargának is. És nagyon jónak tartom ezt a műsorodat. Nagyon szellemes volt a cselgáncsozókra is foglalkozol. Na, annyit jelent, hogy nem feledkeztél a küzdő sportágakról se. Nagyon köszönöm, Imre. Nagyon köszönöm, hogy... Megmutatkozok be, mert biztos rájöttem. Én már régen rájöttünk a hangodat. Rájöttünk a kedves... Gratulálok még egyszer, és sok sikert kívánok, jó egészséget mind a kettőt. Köszönöm. Köszönjük, hogy figyelsz bennünket. Isten legyen veled örökké. Én azt azért szeretném mondani a kedves nézőknek, hogy Polyák Imre az évszázad birkozója, a nemzet sportolója, olimpiai bajnok, háromszoros olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok, háromszoros VB-elüstérem. Tehát nem akárki nyúlt a telefon, és ezt megköszönöm. Én azt gondolom, hogy ilyen pillanatokért érdemes élni, és most így utólag örülök, hogy téged idéztelek az előbb, de én azt gondolom, hogy mondtál te ennél sokkal jobbakat is, hogy pajtás, egyez meg. Előbb lekerülzte otthon az ágyról, mint a kutya. És úgy látszik, hogy ez most már kezd beválni, mert a kutyának nagyobb rangja van otthon, mint nekem, de én azt hiszem, hogy akinek van kutyája, az tudja, hogy ez ül ez a dolog, és nagyon sok ilyen bölcsességet mondtál. Akkor kicsit emlékezzünk újra vissza, ahogy te elindultál Abonyba, hogy is nézett ki. Igen, szóval most még mondhatom azt, hogy tulajdonképpen rátérek majd a folytatásba Imrére, mert hát, hogy ott maradtunk abban, hogy 53-ban kezdődött a birkózás, Reznák János Ceglédről jöttek
ilyen hírverő birkozó bemutatót csinálni. Aztán hát az öcskös az mindjárt bekapcsolódott, a Skótépi Sándor bácsi szervezte ezt az egészet meg, aki Abonyba testnevelő tanár volt, és a Kárpáti Karcsi bácsinak volt valamikor a tanítványa a testnevelési főiskolán. Tehát a Kárpáti Karcsi bácsi, aki 36-ban nyerte az olimpiát, tehát ő tanította tulajdonképpen birkozásra. És hogy eszébe jutott, meg szerette is a birkozást, hát így volt ez a lehetőség, hogy megszervezzék, és beindították a birkozást. Most az öcsémtől a Sanyi bácsi mindig üzengedett, mert jó család ismerőse, barátja volt, hogy és Pistukám, a bátyádat is hozzad már. Magát el voltam foglalva a munkámmal, rá se akartam gondolni, hogy mondtam, bohóckodjak a szőnyegen. De hát két évig húztam így el, és akkor 55-be én is bekapcsolódtam. Lementem edzésre, hát aztán mondanom se kell, hát velem porolták a szőnyeget. Aztán kikerültem nagy évbe, utána Sanyi bácsit is, meg a birkozó termet is, hogy... Nagyon bántottak? Nagyon bántottak? Nagyon rendesen kihegyeztek. Nehezen tudom elképzelni, de ha mondod. És akkor csak nem tudtam elkerülni teljesen Sanyi bácsit, és akkor mondja, hogy hát mi nem jöttél, Janikám. Hát mondom neki, hogy Sanyi bácsi, próbálják már másképp megoldani a szőnyegporolást nevelem. Szóval, jaj, de csacsi vagy, hát majd megtanult te is a fogásokat, és akkor nem veled fogják porolni. Azt mondjuk, hogy túl sokat nem kellett rá várni. Egy pár hónap után már kezdtem törleszteni az adósságot. Hát sőt, 57-58-ban már négyszeres ifi magyar bajnok lettem, úgyhogy már éhegyeztem ki a többieket. Aztán ugye, hát példakép, hát mi akarsz, hogyan, milyen birkoz akarsz lenni, hát milyen, olyan, mint a Polyák Imre. Hát ugye, ő volt a példaképen, úgyhogy hogy igyekeztem követni. Hát mondjuk nem tudtam teljesen utolérni, de hát amennyire lehetett azért megközelítettem. Én azt gondolom, hogyha ilyen, mint ahogy a Antinak a szavaival éljek, hogy ekkora szerencséje lesz az embernek, hogy megközelítheti mondjuk Polyák Imrét. Én azt gondolom, hogy te nagyon sok eredményt elértél, és ami nagy dolog, hogy ti nagyon jó barátok is vagytok, és örülök, hogy titeket mindig együtt látlak, és az egyetemen is, amikor elhívtalak benneteket, első szóra jöttetek, és nagy élmény volt a tanítványoknak, hogy két ilyen nagy bajnokot élőben hallhattak ott, és meséltétek a sztorikat. Lenne olyan sztor, amit elmerném mesélni, mondjuk, hogy mik történtek veletek itt az utak során, amikor utaztatok vonaton, letülővel, mentetek, és hát ez egy jó csapat volt a tétek. Hát, sőt, a világ egyik legjobb csapat. Hát, tulajdonképpen, ami a legemlékezetes marad, 61-ben mint kiskatona voltam. És hát én rám esett a választás, én utaztam Japánba, Yokohamába, világbajnokságra. És hát ugye első repülőút, első válogatottság, első külföldi út. De remélem nem avattak fel, vagy egyből is avattak. Hát Abonyból egyből Yokohamába, Japánba egy kicsit nagy út volt. A lényeg az, hogy amikor az óceán fölé értünk, akkor jön azt jöhedesznő, hogy hát vihar van előttünk, megpróbálja a pilóta kikerülni. Mindenki rögtön azt mondta, hogy mi az, hogy megpróbálja, kikerülni vagy nem kerülni. Na aztán lehetett érezni, hogy jobbra elkanyart a gép, és akkor hát persze, hogy nem tudtuk teljesen kikerülni, azt mind flokja söprűt, úgy megrázta a gépet a vihar, akkor még ilyen négy légcsavaros, négy motoros gép volt, és az mindenféleképpen minden figurát csinált az a gép a levegőbe. Lényeg az, hogy hatalmas csörömpölés hátul a hátsó részbe. Hát ugye mindenki meg volt merevedve, hogy most letört a gép vége, vagy mi történhetett. Lényeg az, hogy na, egy idő után kikecmeregtünk a viharból, és akkor mondja a stewardessnő, hogy ne ijedjünk meg, mert amikor hátra néztünk, láttuk, hogy a
a kaják így vannak halomba, ahogy a gép oldalra billent, hát kiborult minden. Ezért van még a zárt szekrényben, úgyhogy maradt kaja. A lényeg az, ez lezajlott, egyszer kinézek, Hollosi Géza ült mellett, hogy megvököm, mondom, nézzé már ki. A szélső légcsavar nem ment, a motor. Kérdezett el a Hollosi Géza, egy húzta berejtéket a homlokáról. És akkor jött meg, én azt kérdeztem, hogy ne jegyünk meg. A pilóta mondta, hogy ha két motor marad, akkor is tudunk menni. Mert ez tudod, laikus ember azt mondja, hogy rendben, ha itt egy, meg a másik oldalon is van egy, elmegy szépen, de amikor csak egyik oldalon van, akkor ki tudja, hogy hogy megy. Úgyhogy, tehát egy mindjárt az első utamon egy ilyen szép élmény alakult. Mondom, fenegye meg, belesek a vízbe, csiklandós vagyok, talpomat a cápák csiklandozzák, hát a nevető göcsbe kell elpusztulni. És Kozma Piciről van esetleg valamilyen sztori, mert közös fényképek, közös versenyek. Mégis, mi az, ami benne de megmaradt vele kapcsolatban? A azért érdekel, ő egy olyan misztikus személy, hogy érdemes róla beszélni. Igen, a Pista az mindig szerette azt, hogy kis embereket társaságában szeretett lenni, holott két méter magas volt, ugye, és a kis emberek közül még jobban kiemelkedett. És akkor nagyon jó humoros volt, jókedélyi volt, viccelődés, sőt, hát a színészekkel is nagyon jó kapcsolatot teremtett, meg kapcsolatuk volt. Úgyhogy hát én a számtalanszor, sőt éveken keresztül egy szobában laktunk a Pistával. És akkor, hát ugye, hát mivel olyan nagyobb darab volt, akkor szinte bennünket olyan szolgának tartott. Jó kis szolgái voltak. Ja, és akkor ilyen, Janikám, gondj már ide, Ramszeszkám, gondj már oda, mert ugye mindenkinek volt ott beceneve, a Polyák Imre. Akkor már a Ramszesz lesz, ugye szintén Polyák Imre. Igen, a Polyák Imre mindenkinek. De miért vagy te Ramszesz? A keresztapja. Nem tudom, azt mondta az Imre, hogy mikor rákérdeztek, hogy nézd meg, hát mostan, hát nem úgy néz, mint a Ramszesz. Azt mondja, tiszta Ramszesz. Mindenkinek meg volt a beszélve. És akkor mi volt ezzel a Kozma féle ügyemel? És akkor a Pista szólt, ezt mondom neki, hogy te állj már fel, azt menj oda. Szóval ide figyelj. Oda megyek hozzád, és kiemellek az ágyból. Mondom, na gyere. Fölállt, kiemelt. Azt mondom neki, na látod, hogy te is fél tudsz kelni. Tehát Hamis, ahogy így beszélgetünk, akkor mondhatjuk azt is, hogy régen nagyon jó hangulat uralkodott a birkózásban. Ha most... Én birkoztam a Pistával is, már csak igen? Olyan mókából, tudod? Hát olyan akciókat, szaltókat, mindeneket csináltunk, váldobásokat, hogy... Milyen versenyző típus voltál? Ezek az eredmények azt mutatják, hogy nagyon jó versenyző típus voltál. Tehát te belül mit éreztél? Mert én azt tudom, hogy... Tehát maga, mint birkózoltál, technikás voltál, fizikailag erős voltál, inas voltál, kellemetlen voltál, minden helyzetből dobáltad az embereket. Tehát tudom, rólad nevezgették el azt a szartot is, amikor ilyen dupla Nelsonból is, amikor az ember örül, hogy le tudja vinni az embert, te onnét fogtad és onnét is szartoztál. Igen, tehát, igen. Milyen versenyző típus voltál? Te? Mi jellemzett téged? De az a helyzet elsősorban az ember, amikor elhatároz valamit, egy célt, tűz ki maga elé, akkor nem szabad semmit figyelembe venni, fáradtságot, vagy kimerültséget, vagy olyant, hogy már nem esik jó, vagy ehhez hasonló. Ott totál minden legkisebb lehetőséget ki kell használni arra, hogy az ember fölkészítse magát. Tehát a gyakorlásoknál, a társas gyakorlásoknál, az egyéni, hát tulajdonképpen meg a születés is, tudod, hogy szerintem a szülőktől is kellett valamit hozni, amellett erős akarat, amellett teljes jó adottság. De ideges volt a te versenyek előtt? Nem voltam. Szóval tulajdonképpen már úgy, hogy
túlságosan nem voltam ideges. Ideges volt. Én szerintem mindenki. Nincs is olyan versenyző, aki nem izgul előtte. Akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy edzésen nyújtottál nagyobb teljesítményt, tehát ha most mondjuk birkoztál ugyanazzal az emberrel, vagy versenyen? Te, az a helyzet, hogy tulajdonképpen én inkább versenyen ott tudtam jobban beladni mindent. Most tudod, mivel az ember úgy jó föl volt készülve, tudtam azt, hogy én bírni fogom, mert rengeteg múlik az állóképességen egy versenyzőnél, hogy nem azzal kell foglalkoznom, hogy most vajon kibírom azt a 6 percet, vagy a 12 percet, és végre tudom hajtani a fogásokat, lesz-e hozzá annyi energiám, hanem abszolút nyugodtan, hogy én pedig ezt fogom vele megcsinálni. Először is nekem nagyon nagy egyeniségem volt az, hogy ugye mivel jó föl voltam készülve, mindenkor a legmaximálisabban fölkészültem, hogy az ellenfeleket úgymond meg kellett puhítani először. Gyönyörű szépen megvezetni, megrángatni, megdolgozni, és amikor már, hát persze, hogy durván nem lehetett, de keményen azt lehetett, sőt, keményen is kellett, és amikor már kereste, hogy az öreg Isten hol lakik, akkor már könnyű volt eldobni. Tancsikám, sajnos lejár az időnk, egy nagyon utolsó kérdésem van, sajnos. Mondja, utolsó, Sánnak. El vagyok keseredve, ez az Antinál is nagyon kevés volt, nálad is. Röviden csak annyit, hogy Varga János olimpiai bajnok. Boldog ember, vagy nem? És mi az, ami hiányzik az életedben? Mi az, amit még meg szeretnél csinálni az életedben? De ez ha nem azt mondanám, hogy boldog vagyok, akkor hazudnék. Ezt akartam hallani. Mert van egy ragyogó fiam. Ott van két gyönyörű szép lányunokám. Egyik 8 éves, a másik 6 éves. Van egy gyönyörű lányom, aki a sportban tulajdonképpen ragyogóan szerepel. És van egy kis törékeny feleségem, akivel meg nagyon jó meg vagyunk. És azért remélem, azért néha egy-két csatát hívtok, mert azért azt kell. Na, néha még belefér még a csata is. Úgyhogy nagyon ragyogóan néz, hát mit kívánhat az ember. Anyagilag helyen vagyunk, nem az, hogy mennyire vastagon, de nem éhezünk, és jó meg. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél, egy úriember vagy, és azt kívánom a magyar nemzetnek, sok ilyen olimpiai bajnoka legyen, mint te, akire fel lehet nézni, rád fel lehet. Köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és most pedig nézzük meg Varga János és Kovács Antal kívánságát, Ritter Árpi, a fiatal, mondjuk azt, hogy a nők kedvence, és mégis a kedves barátnőről készült egy videoklip, a győztes páros, amelynek dobosával és ebben a számban dobol Pásztori Zoltán, a legendás Illés együttes dobosa, és majd látjuk, előbb vagy utóbb. Vagy most nem lehet vetíteni a klipet? Mehet a klip? Ismerhet fel a világ. Titeket
és élettel, szívedben szeretet, tán így lehet örökre. Győztes város, méltóság a gyeretek, alázatról ismerhetsz be a világ titeket. Győztes város, méltóság a gyeretek, alázatról ismerhetsz be a nagy világ titeket. Kívánok, igen, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Már nagyon vártam, hogy eltejjen ez a hét, mert nem akármilyen vendéget hívtam, Magyar Zoltán, akit hát úgy különösen nem kell bemutatni szerencsére ebben az országban, mert hát ezek mindenki ismer, maximum egy kicsikét megváltozott a fizimiskát, hát azért láttalak fénykorodban, hogy hogy néztek ki, meg hát ugye a kedves nézők is. Ez nem azt jelenti, hogy most nem csak, hát ugye mindenkit ugye úgy fogadnak el akkor, ahogy úgy nyertél, de hát mindig nem maradhatunk 18-20 évesek. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Magyar Zoltánt, akiről csak annyit kell tudni, hogy röviden, hogy kétszeres olimpiabajnok, háromszoros világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, világkupa győztes, 35-szoros magyar bajnok vagy, és hát mondhatom azt, hogy 73 és 80 között senki nem vert meg világversenyen. Hát ilyet elmondani is tornasportban, ahol a japánok és hát a lakói Szovjetunió ott keményen ott voltak, hát ez szinte egyszerűen feldolgozhatatlan. Zolikám, először is üdvözöllek a stúdióban. Hogy érzed magad most a bőrödben? Én is köszöntök mindenkit, téged is. Jól érzem magam a bőrömben. Sporttal sajnos egy kicsit kevés közöm van, mert eléggé lefoglal a szakmám. Állatorvos vagyok, és hát ott időigényes. Tudod, Zolika, nekem az a furcsa, hogy itt volt a Gucogi Zoli, Gyuri, ővel is beszélgettünk, és érdekes, hogy azért ilyen nagy nevek, mint te is, ő is, és szóval igaziból nem kerültek olyan közel a tornához. Kiben van a hiba bennetek, vagy senkiben nincs hiba, csak így alakult az életed, például neked? Hát én szerintem a fölépítményben van a hiba, de hát ez nagyon hosszú lenne erről beszélni, azt hiszem ez a, akár 20-25 perces műsor is nagyon kevés lenne. Én szerintem az van itt, hogy és a legnagyobb probléma az, amit a sportban, hogy a tehetséges edzők, azok a nagy része az kiment külföldre Magyarországon, és vannak mai napig is, de hát olyan kevesen vannak, és olyan szinte létbizonytalanságban élnek, hogy ezt a pályát nagyon kevesen választják. Tehát aki itt szeretne Magyarországon érvényesülni, az nagyon kevés van, aki a maga a sportágban marad, legalábbis a mi sportágunk az ilyen. De ez mindenféleképpen furcsa, te azért nem egy olimpiabajnok voltál, vagy egy világbajnok, hanem te tényleg egy igazi legenda. Tehát ebben a sportágban hirtelen nem lehet ilyen neveket felsorolgatni tízesével, ötösével, és hát egy sportágban, ha adott, mert ugye adott volt, hogy te ezeket a dolgokat megnyerted és bizonyítottál, tehát én tényleg úgy érzem, mint kívülálló, én nem vagyok szakmabeli, tehát nem tudom megítélni, nem értek hozzá, de mégis csak azt mondom, hogy neked ott lenne a helyed, már csak azért is, hogy azok a fiatalok lássanak téged a teremben, és talán ha felnéznek rád, akkor talán másképp is gondolják a tornával való kapcsolatokat. Te nem így érzed? Hát mondjuk ez ketté kell választani. Tehát az egyik az, amikor az ember választ egy pályát magának. Én edző semmiféleképpen nem lettem volna. Tehát nem voltam alkalmas rá. Én úgy érzem, hogy átmentem olyan szakaszokon az edzések folyamán, hogy én ezt mással nem tudtam volna ismét megcsinálni.
Tehát ez nálam eleve kizárt volt. Végeztem szakedzői szakot, nappali tagozaton, készültem erre a pályára, de aztán a végén teljesen elkanyarodtam tőle. A másik rész ugye, hogy sportvezető. Sportvezetőnek nem szerettem volna menni. Eleve azt, hogy én kivárjam a soromat, és abban az időszakokban nagyon nehéz lett volna a sportba úgy betörni. Tehát ezt az utat sem választottam. Na most a harmadik utat választottam, ez pedig az egyéniségemből adódott. Tehát egy olyan állást szerettem volna, egy olyan szakmát, amiben egyedül dolgozok, vagy olyan munkatársakkal, amiket én választok meg, nem mások választanak meg, és a saját teljesítményemet tudom lemérni majd a későbbiek folyamán. És hát így találtam ezt, hogy én állatorvos lettem. Én úgy gondolom, hogy nagyon ritkosság az, hogy valaki nagy sikereket ér el, mondjuk mint te például, hát nem is nagyot, hanem nagyon nagy sikereket értél, és mégis a mai napig úgy beszélsz az edződről, aki felfedezett téged, aki sikerre vitt, mint valami Istenről, mintha végül is nem is te érted volna ezeket a hatalmas sikereket, hanem ő. Tehát tulajdonképpen Víg László szerinted milyen százalékban járult hozzá az, hogy te tudtál két olimpiát nyerni, meg hát ezt a sok világversenyt? Mindig azt szoktam mondani, hogy 50-50. Tehát biztos, hogy nem született olyan ember, akivel abban az időszakban, akivel én elérhettem volna ezeket a sikereket. De ez amiatt volt, mert ami belőlem hiányzott, az bennem megvolt. Amit ő hiányolt egy emberbe, az meg bennem megvolt. Tehát nekem az akaraterőm az volt egy bizonyos szintig, csak van, a mi sportágunk is egy olyan, abban az időszakban olyan volt, hogy kutattunk. Tehát előttünk nem voltak eredmények, tehát úgy törtünk be a világba, hogy szinte nulláról. Próbáltuk lemásolni, amit tudtunk a japán tornából, amit tudtunk az akkori szovjet tornából, de az edzőm, egy fiatal edző révén állandóan kutatott. Próbált olyan edzésmódszereket alkalmazni, amik borzasztó fájdalmasak és fárasztóak voltak. Néha óriási zsákutcákba szaladtunk bele, és onnan jöttünk vissza. Na most én ő egy ilyen kemény német típus volt, én pedig egy ilyen, mondhatom, olasz típusnak. Tehát egyik nap bármennyit meg tudtam csinálni, de utána kértem egy vagy két nap szünetet. Vagy legalábbis így hullámozni. Tehát én így hullámozni szerettem edzeni, ő meg a fokozatos emelkedést szerette. Na most emiatt biztos, hogy más edző nem tette volna meg ugyanezt. És nekem kellett ő. Ő neki meg kellett egy ilyen tehetség, aki mondjuk ezt kibírta, mert én a legnagyobb tehetséget bennem az volt, hogy tényleg kihullottak mellettem a legakaraterősebb emberek is. Tehát én eltűrtem ezt az egész edzésmódszert. Tehát mondhatjuk azt, hogy Víg László azt a módszert vallotta, hogy a tömérdek mennyiségű munkának előbb-utóbb megjön az eredménye. Tehát vegyük azt, hogy egy világversenyen, mert valahol olvastam a netten különféle nyilatkozataiból, hogy ha mondjuk nem egyszer hajtod végre azt a gyakorlatot, hanem edzésen többször is végigcsinálod ugyanezt, mert minél több munkát végzel, tehát egy bizonyos kritikus szituáció mondjuk egy világversenyen, akkor a pszichédnek ez teljesen jót tesz, mert tudod, hogy elvégezted ezt a iszonyatos mennyiségű munkát, és akkor ettől, mert ugye gondolom én a labdarúgásnál is az lehet a probléma, hogy a 80-90. Percben probléma van, mert esetleg nincsenek olyan edzettségi állapotban, és itt nálad gondolom, hogy jobban tudták koncentrálni, mert jó volt az állóképességed és óriási mennyiségű munkát, mint hát úgy olvastam, 7-8-10 órákat edzettél, hát létezik, hogy ennyit lehet edzeni? Hát igen, és az intenzitás itt főleg, tehát az, amit, hogy mondjam, tehát ma nem kell annyit edzeni, mint a mi időnkben. Okosabban, jobb műszerekkel, jobb szerekkel, jobb felkészüléssel, jobb edzésmódszerrel, kidolgozottabb edzésmódszerekkel dolgoznak. Hozzá kell tennem azért, most már egyre kevesebb a 6-szeres tornász, tehát én például korláton gyűrűn majdnem ugyanannyit edzettem, mint lóban, és hát ott egyáltalán eredményem nem volt. Kell a versenyhez nagyon sok edzés kellett. Tehát én egy kimondott a rossz fizikai adottságú versenyző voltam, tehát nekem hihetetlenül fel kellett készülnem, és én egy erőfölényt tudtam magaménak a versenyre, akkor tudtam versenyezni, akkor oda tudtam figyelni. Ha ez az erőfölény nem volt, akkor jött az be, hogy iszonyúan ideges voltam. Amúgy is ideges voltam, de akkor el is voltam keseredve. Ugye volt München, Montreal, Moszkva, de te már Münchenben is tulajdonképpen ott voltál, és akár nyerhettél is volna. Hogy zárad le? Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Hát egy évvel előtte válogatottak be a felnőtt válogatottba, és mivel nagy nehezen megtanultam az előírt gyakorlatokat, ezért be is tettek a csapatba. De hát akkor csináltam még ezeket az elemeket, a magyar vándort, hogy akkor csináltam először, nem voltam igazán begyakorolva,
és mivel nagyon rövid időn volt az előírtak megtanulásában, előírtban is, és szabadon választottban is rontottam. Viszont annyi pontot szerettem, hogy akkor még ugye 4 versenyes volt, a harmadik nap volt az összetett döntő. És akkor együtt lovasztam a Klimenko nevű az akkori szovjet tornásszal, és ő is megcsinálta a gyakorlatát, én is megcsináltam, ott megcsináltam a gyakorlatomat, és akkor én kaptam a legmagasabb pontszámot. Tehát ez elmélet. És ő lett az olimpiai bajnok lovon. Tehát magyarul most elméletben lehettem volna akár háromszoros is, de akkor még nem voltam érett rá, tehát ez csak elmélet. És ha a Montrealt és a Moszkvát összehasonlítod, akkor milyen összefüggéseket látsz a két verseny között, tehát lelkileg, felkészülésben? Mert azt hiszem, hogy Montreal után volt egy kis űr az életedben, egy kicsit kiszálltál a tornába, mert te nem edzettél úgy, és megint csak Víg László volt az, aki közbelépett és azt mondta, hogy ez így nem működik. Vagy én tudom rosszul, és akkor egy keményebb munkára fogott újra. Rosszul tudom? Hát igen, 76 után volt egy hullámvölgy, de ott volt egy sérülésem is. Tehát egy ilyen, egy világkupára mentünk ki, és ott megsérültem, úgyhogy nem tudtunk edzeni 2 napig, elég jó formában voltam, tehát olyan fizikális pluszban voltam, hogy egy ilyen keresztfüggést engedtem le, és hát az izmai majdnem széttépték az ízületem, hogy így mondjam. Tehát itt megnyílt ez a kulcsöncetcsönc ízületem. Nagyon hosszú ideig szenvedtem ebben, nem tudtam dolgozni, az edzőm az türelmetlen volt, én pedig hát hajoltam egy kicsit a puhaság felé, és hát majdnem kenyértörésre került a sor, aztán nagy diplomáciai manőverek után ismét egymásra találtuk és edzettünk tovább. Tehát akkor melyik olimpiát nyerted meg könnyebben, a moszkvait vagy a montrealit? Hát mind a kettő nagyon nehéz volt. Tehát az első azért, mert az első olimpián voltam, ahol esélyesként mentem, ugye mindent. 2 EB-t, VB-t megnyertem előtte, tehát jött az, hogy most elvárták az olimpiát. Moszkva meg azért volt nehéz, mert hát kijelentettem, hogy ez lesz az utolsó versenyem. Tehát itt fölmegyek a lóra, itt megcsinálom a gyakorlatokat, ha megnyerem, megnyerem, ha nem nyerem, nem nyerem. De volt valami kész helyzet, nem tudom, hogy ezt talán... Igen, volt egy kicsi csúszás, igen, ami... De hát ez egy... Ezt nem látta senki szerint. Igen, ez lassítva volt egy kis korrigálás, de hát ezt tényleg csak lassítva lehetett látni, és utólag. Az edzőm, aki majdnem elágyott. De azt te sem vettem észre. Nem vettem észre, mert tényleg ott ilyen félig sokkos állapotban van az ember, tehát nem is tudja korrigálni igazából, nem is öntudatánál van, hanem ez a nagyon erős begyakorlás ez. Tehát önök a Rólad is szól a dal című műsort látják, vendégünk Magyar Zoltán, és most pedig szeretnénk megnézni egy karácsonyi videóképet, mivel közeledik a karácsony, és hát a szeretet ünnepe szerintem a világon ez a legszebb ünnep. Thank you.
Jó estét kívánok! Önök a Rólad is szól a dal című műsort látják. Vendégünk továbbra is Magyar Zoltán, kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világ és háromszoros Európa bajnok, világkupa győztes, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy velünk, és hát gondolom a Budapest Televíziónak is egy jó reklám, ha te beteszed ide a lábadat, és ennek külön örülünk, hogy ilyen késő este is vállaltad ezt, hogy eljössz ide. Ugye van a magyar vándor, az orsó és a szökkenő vándor, ez a három. Hogy volt ennek az elnevezése? Hogy történt ez? Hát abban az időszakban úgy volt, hogy ez be kellett jelenteni egy új elemet előtte, hogy tudják, hogy mit fognak látni ezt a FIG-nél, tehát akkor a Nemzetközi Torna Szövetségnél, és ott is a Bíróbizottsághoz. Ezt beküldtük, és akkor aki először csinálta, arról nevezték el. Tehát nagyon sok ilyen tornászelem van, amit De ezért valami pluszpontokat is lehetett kapni. Hát akkor még úgy volt a felépítmény a tornába, tehát volt még különböző stílusokban tornáztak, de hát magyarul 2-10 pontot kaptunk egy új elemért, tehát akinek nem volt új eleme, az 98-ból indult. De hát ez nagyon sokszor megváltozott.
Tehát akkor ez a három néved akkor a nevedet viseli valamilyen formában. Ez egy nagyon nagy dolog a magyar nemzet, meg érdekesek voltak ezek a hármas számok, háromszoros Európa bajnok. Hát ugye a magyar igazság három. Kár, hogy nem nyertél három világkupát, mert akkor itt, meg hát ugye három olimpiát, akkor itt semmi baj nem benne, de úgy gondolom így sincs nagy baj. Kicsit beszélgessünk a pályafutásod elejéről, tudom, hogy kicsit elmentünk, de jobban szerettem ezekről a dolgokról beszélni, de azért gondolom, van néhány kedves néző, akit esetleg érdekel az, hogy hogy barátkoztál meg a tornával, hogy kezdődött ez az egész nálad? Hát az általános iskolai testnevelő tanárom, Harmati Józsi bácsi, az egy torna megszállottja volt, és a mi általános iskolánkban, ugye 9. kerületben laktam, a foci, a fradi, illetve a hát, egyértelmű, tehát a foci, illetve a torna volt az a két olyan sportág, amivel mindenki foglalkozott. Tehát azért irigylem egy picit, illetve sajnálom inkább a mai fiatalokat, mint idősebb, hogy... Most rám gondoltál? Nem rád gondoltam, hanem én úgy értem, hogy nagyon központi helyen volt. Mi is eljártunk koncertekre, mi is jártunk bulizni, bármit. De a fiatalok nagy részének a sport az egy nagyon, nagyon fontos mozanata volt. Tehát nagyon sokan fociztak, rengetegen kint a grundokon láptengoztunk az utcákon. És mivel tornát szerettünk, ezért ott a kézállás ment. Tehát ott fogadtunk, hogy ki tud tovább kézen állni, ki tud tovább kézen menni. Ott minden óra előtt kezet kellett mosni, mert mindenkinek csupakosz volt a kezdet. Tehát magyarul nagyon szerettük ezt a közeget. És hát nagyon jól rávezettek bennünket, és így kezdtem el én a tornát. És a szülőknek milyen szerepe volt? Hát amikor jöttek az ilyen alap eredmények, hát nagyon tisztelték akkor a tanárokat, tehát akkor a szülők nagyon tisztelték a tanárokat, és amikor azt mondták, hogy bennem látnak lehetőségeket, akkor ők ezt megragadták. Tehát ez egy lehetőség volt arra, hogy tovább lépjek, kiemelkedjek, bármi más. Akkor ugorjunk egy nagyot, mert aztán egyszer csak ugye elhatároztat, hogy abba hagyod a sportot Moszkva után, és szeretél volna állatorvos lenni. És hát úgy, mint ahogy a tornát komolyan vetted, az iskolát is komolyan vetted, és hát mondhatni azt, egy kicsit idős fejlad akkori diákokat képest, beültél a diákpadban, és egyszerűen elvégezted, diplomát szereztél, és ma már mint állatorvos tevékenyket. Magyar Zoltán úgy néz ki, mintha egy boldog ember lenne, legalábbis így beszélgetésünk során, meg az előzőkben, és amit itt elbeszélgettünk egymással, úgy tűnik, te nem vagy megkeseredve. Semmi bajod nincs a világgal. Egyszerűen jól érzed magad. Vagy én tévedek? Nem, teljesen jól érzem magam a családommal, és a kislányom is nagyon jó tanul. Tehát nincsenek olyan nagyobb problémáink. Tehát soha nem leszünk nagyon gazdag emberek, ez biztos. Igen, igen. De úgy néz ki, hogy szegények sem. Amire szükségünk van, nincsenek nagy igényeink. De fontos neked a gazdagság? Nem fontos, tehát én azt mondtam, hogy két vacsorát nem tudok majd.